Sziasztok, sziasztok! Vízbéke mindenkinek, itt vagyunk a dobozok között. Indul a gája, olyan ez, mint egy élő mágia. Itt van Ferenc, olyan, mint egy fegyenc. Vízbéke mindenkinek, a Humboldt-e. Sziasztok, sziasztok! Vízbéke mindenkinek, hát voltál! Mi van itt gyerekek mostanában? Hát riadó! Na, rövid videó! Az a helyzet, hogy már régen volt ilyen vlog videó, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most elmondom, hogy mit történtek velünk mostanság. Na, gyerekek, az van, volt egy srác, aki majdnem leégette a konyhát, és gajra vágta az egyik gáztűz helyet. Még csoda, hogy nem robbantam föl röggel, mikor kávét akartam főzni. Mert mondom, fölrakom a kávéfőzőt, mondom, nem jön a gássé. Szétnézök, tudod, így ébredezök fölfele. Na jó, hát azért ilyen délután volt igazából, mert éjszakára böttünk. De akkor ébredöztem fölfele, mondom, mi ez te? Tiszta korom volt a fal is, mög az egész gáztűzhely. Na, ez az első része a napnak. Utána, gyerekek, lefőzöm a kávét. Mit ad Isten, megjelenik mellettem egy tiszt, egy rendőr tiszt, és azt kérdezi tőlem, hogy hol vannak a fertőzöttek. Mondom, micsoda, én nem tudok itt semmiféle fertőzésről. Igazából, aztán most is az van, hogy megint gyűjtek emberök, gyerekök a szállásra. Csuti rádi, ezt az új szakszavat tanultam meg igazából a gyárba. Hallgass, dolgozz. Na mindegy, szóval jöttek új emberek igazából, és most már egyre nagyobb ilyen rendőri ellenőrzés van igazából. Mert az van tán, hogy a szálláson vannak emberek karanténban, én ezt se tudtam igazából, szóval számomra még ez is meglepetés, és velük lakok egy szálláson, értitek. A gyárral kapcsolatban, ja igen. Nyugassál már megint bele. Szóval az van, gyerekek, hogy megindult a termelés, úgyhogy engem is behívtak most már így igazából hétvégére. Utána finoman közölték, hogy jövő héten kéne 12 óráznom 3 napot. Mondom, jó, oké, a 12 órát akkor bevállalom. Bár erről nem volt így előjáróba szó, amikor a fölvételi volt, hogy itt 12 órázgatások vannak, de elvállalom, mondom, a 12 órát, persze, köll a pénz, de viszont a hétvégém az kell nekem, szóval ez a szombat, vasárnap azért kell ilyen pihenősnek igazából, szóval oda kell figyelni így, gyerekek, mert aztán tudjátok, azt a lovat ütik, amelyik húz. Na hát így röviden ennyi, azt hiszem, hogy el is mondtam úgy nagyjából mindent. Én szerintem elég jól betanultam a melóba. Nyomjuk a dolgokat, gyerekek. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, gyerekek, mert itt nagyon sok munka van. Na, sziasztok! Visz vége a Humboldt!